30 éve volt a rendszerváltás, amikor is a magyar társadalom végleg kinyilvánította, hogy elege van a szocialista nokedliból. Megkérdeztük az embereket, hogy vajon Kádár alatt jobb volt-e az élet. Ha ki kellene emelnie egy politikust az elmúlt 30 évből, akkor ki lenne az és miért? Hát elsősorban Orbán Viktor szeretném kiemelni. Hát Orbán Viktor nyilván. Orbán Viktor miniszterelnököt emelném ki. Ő az, aki a rendszerváltáskor is ugye nagyon hangos volt, és azóta is folyamatosan benne van a politikában. Harcolt azért, hogy valahogy alakuljon. Nagyon egyetértek vele a mostani elvárás, illetve a mostani gondolatával is, hogy azért a migránsok éppen ne jöjjenek be. A nagy változás az a Lantal József, ugye, amikor ugye tére lépett, ugye azzal meg... Ha a köztársasági elnököt lehet mondani, akkor Göncz Árpádot emelném ki. Azt szeretném mondani, hogy ha lehetséges, akkor Karácsony Gergelyt szeretném. Hát nem Orbán Viktor lenne, az biztos. Ki lenne az? Hát mindenki más lehetne, csak ő ne legyen. Milyen pozitívumokat és milyen negatívumokat hozott nekünk az elmúlt 30 év? Hát sok mindent, azért szabaddá váltunk tényleg, és úgy gondolom, hogy minden körülmény jobb lett. Sok minden jobb lett, az biztos. Előny az, hogy nincs diktatúra, azért ez egy igen nagy dolog. Én nem örülök neki ezeknek a Burger Kingeknek se, nem vagyok híve a McDonald'snak, az ilyen gyors éttermeknek, amelyek jelentősen romlották az amúgy is nagyon labilis egészségünket. Szerintem ez a mostani rendszer, ami kialakult, az mindenképpen nagyon-nagyon negatív. Megnézzük a fiatalokat, én nem tudom, mit akarnak magukkal hozni ezekkel a rettenetes tetoválással. Hát biztosan szép dolog, de ha észreveszem, akkor ez nem volt a rendszerváltás előtt. Itt van az új fiatal generáció, akik tanult emberek. A közül választani olyan embert, aki tudná ezt az országot vezetni. Azok az emberek, új fiatal generációk kéne be. Nem ezek az emberek, akik csak hatalom, meg a pénzért mennek. Mindenki odautazik, ahova akar, mindenki azt lesz, amit akar. Pont azok az előnyök, amik azzal járnak, hogy nincsen diktatúra, azok, amik nagyon sok helyzetben kicsit az életünket szét tudják zilálni, mert nem tudjuk, hogy milyen az a sajtószabadság, ezért nem jól csináljuk, vagy nem csináljuk. Könnyű tőlünk amúgy olyan látszólagosan megadni, gyakorlatban elvenni. Orbán Viktor vagy Kádár János? Hát, őszinte legyek. Nekem jó volt az is, meg ez is. Kádár János. Százszor Kádár János, mint egyszer Orbán Viktor. Nem kérünk már belőle se a narancsából, nem kérünk se a citromából, elegünk van belőle. Egyik se. Kádár János. Miért? Azért, mert akkor volt munkahely, kenyér nem ment föl, hús nem ment fel, mindenkinek volt pénz a zsebében, mulatoztak az emberek, dorbézoltak, elmentek szórakozni, most nincs rá lehetőség, mert nincs annyi pénz.